Köszöntök mindenkit a mai Tech Talk előadáson, aminek a témája Facebook Instant Articles és Google AMP lesz. Kezdjünk is bele. Először a... Először a Facebook Instant Articles-ről fogok beszélni. Igen, ez a dia lesz. És a Facebook Instant Articles a Facebook által fejlesztett szolgáltatás, amit 2015 májusában kezdtek el fejleszteni. Több kiadó is melléjük állt a fejlesztés során. Ezek többnyire ilyen nagyobb cikkeket, hírportálok, mint például a Bild, Spiegel, New York Times. Ezeket úgy hívták, hogy Facebook 9. Velük együtt dolgozva a Facebook elkezdte ezt a Facebook Instant Articles fejleszteni. Világszerte 2016 áprilisában kezdődött a release, akkor tették nyíltá, és Magyarországon először a 24.hu kezdte el használni. A Facebook Instant Articles-t azért szeretik, mert könnyű beállítani. Gyakorlatilag egy Facebook oldalhoz hasonló folyamaton kell végigmenni. Persze szükséges majd hozzá fejlesztői oldalról is támogatás. És ugye ami nagy előnye, hogy sokkal gyorsabb, azt írták több helyen is, hogy 10-szer gyorsabb betöltődést ígérnek, mint egy normál weboldal. És akkor nézzük is, hogy ezt hogy lehet beállítani. A instantarticles.fb.com oldalon lehet beregisztrálni. Szükséges hozzá egy Facebook oldal, egy rajongói oldal, amit az első lépésnél meg kell adni, hogy melyik rajongói oldalunkkal csatlakoztatjuk, és amikor ez megtörtént, akkor már a kezdeti beállítások oldalra jutunk. Ezt egyébként a rajongói oldalunk Publishing Tools Instant Articles menü pontjában találhatjuk meg. A beállításoknál teljesen testre szabható ez a Facebook Instant Articles. A következő lépés, amihez már ugye szükséges az, hogy összekössük a mi saját honlapunkkal, az, hogy a honlapunk kódjában elhelyezzünk egy meta taget, ami a jobb oldalon látható Facebook generált egy ilyen ID-t, és ezt a meta taget kell megadni a HTML-ben, illetve össze kell kötnünk a doménünkkel, megadjuk a domaint, és a claim URL gombra kattintva ő már meg is nézi, hogy tényleg mi vagyunk-e. A következő lépés, ugye ez a Facebook Instant Articles arról szól, hogy a blogunkban vagy hírportálunkban lévő cikkeket a Facebook felületén láthatjuk majd, és hogy ezeket a híreket mindig a legfrissebbet lássuk, ehhez egy RSS csatornát kell csinálnunk. Általában a hírportálok, illetve a blogok ezt tudják kezelni, tehát van hozzá RSS, és hogy a fejlesztők dolgát is megkönnyítsék, van lehetőség arra, hogy fejlesztői RSS kódot adjunk meg, illetve a production kódot is. Így lehet külön tesztelni, hogy működik. Igen, arra is van lehetőség, hogy az RSS feednél autentikációt adjunk meg, hogy felhasználó jelszóval védve, ez egy ilyen biztonsági lehetőség, hogy csak akkor csatlakozzon rá. Igen, és az RSS fájlunknak, ugye az RSS az egy XML formátumban megírt dokumentum. Az általános hírportálok, amilyen RSS-t generálnak, az a formátum megfelelő,
csak azt a részt másoltam ki, ami kimondottan a Facebook Instant Articles-höz szükséges rész, ez pedig a content tag, amiben gyakorlatilag a hírnek a törzsét adjuk meg, és azért fontos ez a rész, mert itt megadott, ahogy látjátok, egy HTML dokumentum, amit itt megadunk, azt fogjuk viszont látni a Facebookon belül. Itt tagolva van szépen fejlécs, a body részt ide kell beilleszteni. Én ezt kipróbáltam, és pár ilyen validálási problémába ütköztem, tehát ahol ilyen BR line break tagek voltak, azt volt, hogy kiemelte, hogy túl sok van belőle, azt szüntessen meg, olyankor átírtam P-re, illetve egyéb HTML validálási problémák is, hogyha nem valid a kódunk, akkor nincs lezárva egy tag, akkor azt nem fogja elfogadni. Ami még lényeges itt, hogy a head részben egy canonical URL-t meg kell adni, ami azt jelenti, hogy az eredeti cikkünknek az URL-je mi volt. Ez az az egyedi URL, amivel el tudjuk érni akár böngészőből is, és ezt meg kell adni. Képekhez nem simán image tageket, hanem ilyen figure HTML5-ös teget javasol, és amúgy egyébként HTML5-öt használ több teget is, az article, header, footer. Jó. Amire még van lehetőség, ez ugye egy olyan hírportálnál, ami szeretne pénzt keresni, és mondjuk a saját honlapján van hirdetés, arra itt is van lehetőség, hogy a Facebookon belül egy ilyen instant article termeljen bevételt neki, be lehet állítani ezt az audience networköt, így itt is van lehetőség arra, hogy pénzt keressünk vele. Nyilván itt a Facebook is leszedi a hasznát, de ezzel a kiadó is profitálhat. Igen, és ugye, hogy néz ki egy ilyen instant article, az itt látható a jobb oldalon egy ilyen preview nézetben, ugye ez egy mobil változat, hogyha mobilon Facebookozunk és az alkalmazásunkat használjuk, ott megjelenik egy cikk, egy megosztás, valaki megoszt egy New York Times cikket, ha rákattintunk, akkor nem a New York Times honlapja fog bejönni, hanem ez a Facebook Instant Article, és hogy ez ne legyen ilyen úgymond puritán, ez testre szabható, és a Facebook egy nagyon jó felületet biztosít ehhez. A bal oldalon látható, hogy szinte minden testre szabható, a logó, a képek, a body-n belüli heading tagek, és olyan aprólékosan, hogy meg lehet adni, hogy a logó alatt border mekkora legyen, milyen vastag, milyen színű, tehát a saját brandünknek a dizájnját itt meg tudjuk adni, mert alapjában véve ez egy olyan dokumentum, ami képet, szöveget és hirdetést tartalmaz csak, tehát más egyebet nem, esetleg még videót, amit a Facebook automatikusan le is tud játszani. Igen, szóval itt testre szabható. Nagyon jó dokumentációt nyújt a Facebook hozzá, ugye ez már egy másfél éves, két másfél éves szolgáltatás. A developers.facebook.com Instant Articles aloldalán található a dokumentáció, hogyan lehet dizájnt adni a cikkünknek, hogyan kell mondjuk beállítani az RSS feedet, de saját templétet is hozhatunk létre, ami között választhatunk. Az is, arra is van lehetőség, hogy importáljunk cikkeket, vagy kézzel hozzunk létre, erre mind nagyon jó dokumentáció található, és ugye fontos dolog az analitika, ahhoz is nagyon jó leírást biztosít. Miről is szól ez a Facebook Instant Articles? Ezt
a következő kép nagyon jól szemlélteti, hogy ugye a Facebook rendszerén belül mi böngészünk, olvasgatunk, követjük a csatornákat, az üzenőfalunkon olvassuk a cikkeket, és hogyha rámegyünk egy cikkre, akkor nem a New York Times honlapjára irányít minket, hanem a Facebook ökoszisztémáján belül maradunk, a Facebookon kívülre nem kerülünk, így ez úgymond afelé tendál a világ, hogy ne használjuk a Facebookon kívül a netet, hanem maradjunk ott belül. És ez a másik oldalról nézve, mondjuk a New York Times, hogyha ad egy ilyen lehetőséget, hogy akkor az ő honlapjára nem jut el, akkor ez neki miért jó? Ez azért jó neki, ez egy ilyen kölcsönös egyesség úgymond, mert ugye az ilyen Facebook instant artikulok a Facebook által cashelt, előre legenerált tartalmat sokkal gyorsabban tudja betölteni. Ugye a egyéb design elemet, az egyéb JavaScripteket ő nem jeleníti meg, csak a képet, a szövegeket, és ezáltal sokkal gyorsabb lesz, így ezzel a New York Times is nyer, hiszen nagyobb a látogatottsága, tovább maradnak az oldalon a látogatók, illetve a Facebook is nyer, hiszen a user nem hagyja el a Facebookot. Van itt két példa, hogy ez hogy is néz ki, illetve a Facebooknak van egy olyan alkalmazása, hogy Pages Manager, amiben a Facebook rajongói oldalakat tudjuk kezelni. Ott van egy felület erre, itt a bal oldalon látható, az Instant Articles rész, ahol meg tudjuk nézni, hogy a production cikkeink, a development cikkeink rendesen megjelennek-e, és a jobb oldalon látható az aloldal nézet, ahol a cikk maga megjelenik. Tehát tudjuk szépen tesztelni. Igen, miért használjunk Facebook Instant Articles-t? A számok magukért beszélnek, 20%-kal több kattintás, ez a felmérések alapján, 70%-kal kevesebben hagyják el az oldalunkat, a cikket, tehát nyilván többen olvassák végig. 30%-kal több megosztás. A felmérések alapján többen osztják meg ezeket a cikkeket. Valószínűleg az az előző statisztikákból is következik, hogy nyilván, hogyha több időt töltenek el, többen olvassák el, akkor azt jobban megosztják. Jó. És hogy mennyire kezdte el ezt a világ használni? A WordPress például kiadott egy olyan plugint, amivel könnyen össze lehet kötni a WordPress kódunkat a Facebook Instant Article felülettel, nyilván egy olyan RSS-t szolgáltat, illetve a meta kódot is biztosítja, hogy ez könnyen megtehető. Itt a Facebooknál ez gyakorlatilag egy könnyű fejlesztés lehetett, egy ilyen plugin, mivel csak egy megfelelő formátumú RSS kell, illetve egy-két segéd eszköz. Jó, és akkor nézzük meg a... Igen? Egy megérdés, nézd, ahol a kép, ahol látódik a... Még egyet nézd, még... Itt a jobb oldalja az, amit szeretem még benne, hogy ott ugye, tehát nem látod ide, ott akár lehet rakni több oldalt is. Tehát tekvánosan szoktam azt nézni, hogy rátudok egyre, és ugye a oldalra swipe-olva meg tudom nézni még, vagy 6-8-ig össze tudok nézni. Igen, meg lehet linkeket is berakni, tehát a cikkünkbe tehetünk hivatkozást egy olyan cikkre, ami szintén Facebook Instant Article cikk, és ott ugye ezekkel a canonical tagekkel tudja behivatkozni, hogy az tényleg hova mutat.
És ez a szvájpolás, én elhiszem, nem vettem észre, amikor próbáltam, de igen, tehát a Facebooknál nagyon ráálltak erre a cikkekre, gyorsabb, és akik tartalomfogyasztók olvasnak cikkeket, követik ezeket a hírportálokat, azoknak a legjobb módszer, hiszen a Facebookon hamar el tudják érni a cikkeket, és egy letisztult felületen csak azt tudják elolvasni, amire szükségük van. De ez ugye csak a Facebookon belül működik, és amiben másabb a Google-nek az Accelerated Mobile Pages megoldása, az az AMP, hogy ezt a saját magunknak kell megcsinálni a honlapunknak, viszont ez egy open source megoldás. A Google fejleszti, ugyebár 2015 végén került kiadásra, és már 2016 februárjában megjelentek az AMP oldalak a találati listákon. Gyakorlatilag hasonló a Facebook Instant Articles, mert egy egyszerű nézetet biztosít, ahol képek, szövegek és hirdetések jelenhetnek meg. Az ampproject.org-on van róla leírás. Itt látható egy minta, hogy egy blog oldalnak a mobil verziós oldala a bal oldalon így néz ki, és az AMP-s verzió a jobb oldalon. Gyakorlatilag minimális eltérés van dizájnban, ami igazából nem túl mérvadó, ami viszont előnyt jelent, hogy a jobb oldali az sokkal gyorsabban töltődik be. És ugye abban mind a Google, mind a Facebook egyetért, hogy a mobil tartalomfogyasztásnál a sebesség az túl nagy probléma, mert a weboldalak mobilon nagyon lassúak, és ezért kezdték el ezeket a megoldásokat fejleszteni. Jó, miből is áll ez a Google AMP? Három komponensre bontották, ami ezt a végső eredményt kiadja, hogy gyorsabb betöltődésű mobil oldalakat lehet létrehozni. Ez az AMP HTML, az AMP JS és a Google AMP Cache. Ezt végignézzük most sorban. Gyakorlatilag nem találtak fel új dolgot, a HTML-t terjesztik ki egy új fajta eszközrendszerrel, illetve egy saját JavaScript kódjukat használják. Így néz ki egy alap AMP HTML oldal. Ez egy ilyen Hello World-szerű kezdő dokumentum, ahol látjátok, hogy vannak ismerős elemek, illetve van olyan, ami mondjuk nem szokott egy egyszerű HTML oldalban szerepelni. A Google AMP-vel kapcsolatban az az egyik legnagyobb probléma és nehézség, hogy nagyon sok megkötés van. Tehát nagyon szigorú szabályokat kell követni. Például következő diában soroltam fel, hogy kötelező doctype-ot megadni, a HTML AMP kódot kell megadni a legfelső elemnek, head és body-nak is szerepelnie kell, míg az a HTML-nél opcionális. Az UTF-8 karakterszet beállításnak a legelső elemnek kell lenni a headben, tehát hogyha nem így van, akkor már a validátor el is hal, akkor nem működik. Tehát ezek ilyen szigorú megkötések. A második elemnek a AMP JavaScript behúzásnak kell lennie, és a headbe kell kerülnie. Itt is kell canonical teget megadni, itt ugyanazt jelenti, hogy az melyik aloldalra mutat, az az aktuális oldal. Viewport teget is kötelező megadni, illetve ezt a scriptet, amit láthattok több sorba, ez a oldalról bizonyos információkat az meg, hogy mikor lett publikálva, mi a címe, képet meg lehet hozzáadni, és ami még látható, itt a style tag, van egy ilyen AMP boilerplate attribútummal ellátott style tag. Nem fért ki teljesen a kód,
De gyakorlatilag ők adnak egy olyan style teget, amit mindenképp be kell tenni, abban a formában, ahogy ők adják, mert különben megint csak nem lesz valid. Ez valószínűleg ez olyan animációkat tartalmaz, ami kell ahhoz, hogy a hajtás feletti tartalom, amikor betöltődik, utána görgetünk lefele, a betöltődéshez kell animációként. Jó, ezek még az egyszerűbb megkötések voltak, mert most jön a neheze. Egyébként ezeket az EMP-eket írták is, hogy statikus oldalakhoz, blogcikkekhez ajánlják, egy komplexebb weboldalhoz, egy webáruház rendszerhez már nem biztos. És például az is egy megszólítás, hogy image teget nem lehet használni, úgy, hogy audio teget vagy videó teget se. Azt várja el, hogy adjunk meg neki egy AMP image teget, aminek itt van záró tagja is. És gyakorlatilag módosítani kell a HTML szerkezetünkön, át kell írni a tegeket, mert különben nem működik, illetve meg kell adni a szélesség magasságot is előre, mert hogyha nem adjuk el, akkor meg se jelenik a kép. A teszt oldalon, ahol próbáltam, ott muszáj volt megadnom fixen a szélesség magasságot is, de nagyon sok lehetőséget biztosít a ilyen média elemek megjelenítésére, például layoutokat lehet beállítani neki, ami lehet fixed responsive vagy fixed height. Bizonyos layoutnál nem kell megadni mondjuk magasságot kötelezően, illetve media query segítségével, egy média attribútummal meg tudjuk adni, hogy az a kép melyik kijelzőn jelenjen meg mondjuk, illetve mondjuk egy kisebb kijelzőn kisebb kép jelenjen meg. Az igazi megszorítások azok itt jönnek. CSS, saját CSS-t csak úgy lehet használni, hogy a jobb oldalt látjátok, a Style AMP Custom tegen belül kell megírnunk a saját CSS-ünket. Importantet nem használhatunk, behúzni link taggel nem lehet CSS-t az oldalunkba, csak így a Style tegen belül. Kivétel a fontok, egyedi fontokat meg lehet adni. Nem használhatjuk nyilván az AMP és IAMP prefixes klasszokat, illetve néhány tulajdonságot letilt, mint a behavior, mossbinding, filter vagy transition és keyframes. Ezek gyakorlatilag olyan dolgok, egy animáció vagy egy transition kiszámítása a böngészőnek időbe telik. Tehát, hogyha ezeket a mi saját oldalunkból is kihagyjuk, akkor nyilván azzal is gyorsabb lesz az oldalunk, és ezért tiltják ők is. A jövőben viszont azt olvastam, hogy a transition és animation visszakerülhet a engedélyezett elemek közé. A utolsó szigorítás pedig, hogy 50 kilobájtnál nem lehet nagyobb a CSS, amit ide betöltünk. Ez alapjában véve egy olyan probléma, amit egy komplex rendszernél, ahol szét van darabolva a CSS, rengeteg minden formázást tartalmaz, az gyakorlatilag nagyon sok munkaórát igényelne, hogy ezeket megoldjuk. A következő szigorítás, ami talán még jobban fáj, hogy saját gyártmányú JavaScriptet nem használhatunk egyáltalán, illetve külső forrásból se húzhatunk be egy Fancybox, vagy egy jQuery-s plugin-t, vagy akár egy Carousel-t. Ez nyilván megint csak a sebesség miatt fontos. A Google is azt vette észre, hogy nagyon elburjánzott úgymond a JavaScript használat a weboldalaknál, szinte mindent JavaScript-tel oldanak meg, és ez lassítja a mobilos betöltéseket, és mobilon egyáltalán nem fontos, hogy JavaScript-tel működjenek dolgok. Most az ő szemléletüket nézve egy egyszerű weboldalnál, ahol egy cikk van, ott egy képet, szöveget, esetleg több képet betölteni, szükségtelen JavaScript. És azért, hogy ne legyen annyira fájó dolog ez, a
Google biztosít egy AMP library-t, ahol, amint látjátok, előre megírt komponensek találhatóak, mint az AMP Carousel, van amelyiknek a demót is meg lehet nézni, AMP Ad, amivel hirdetéseket lehet, vagy Analytics, ezeket lehet használni, tehát csak az övét, saját házilag barkácsolt JavaScriptet nem enged. Ez a képen látható library az umpbyexample.com-on érhető el, bőven van még több is. Ami még fontos a JavaScriptekkel kapcsolatban, amit mondtam, hogy a hajtás feletti tartalmat tölti be először, és amikor tovább görgetünk, akkor tölti be a többit. Minden külső forrás aszinkron, itt ezeket érti. Ezek nem akasztják meg a betöltődést, és állítólag minden elem megjelenését kiszámítja ez az AMP.js, mielőtt betöltésre kerülnének, és ezáltal is hamarabb tölti be. Eddig ez mind szép és jó, de hogyha van egy honlapunk, ahonnan kiszedjük a CSS-t, kiszedjük a transition-t, a JavaScript-eket, akkor ugyanúgy gyorsabb lesz. Mivel nyújt nekünk ez a Google AMP többet, az még egy diával később lesz. Itt egy példa az AMP Carousel komponensre. A fenti JavaScriptet kell betölteni, az ő AMP Carousel HTML taggel ellátott részét pedig használni. Gyakorlatilag ilyen szlájdokat lehet egyszerre, háromlapozó, többlapozó, sok beállítási lehetőség van hozzá. Ki kell próbálni, egy komplexebb dolgot már nem biztos, hogy ott megtalálunk. És akkor most jön az, amit szerettem volna, ez a Google AMP Cache, ami úgy működik, hogy ha a honlapunkat AMP valid formára hozzuk, akkor a Google ezt lekesseli, a HTML-t és az egész tartalmat a saját szerveréről szolgáltatja ki, így a honlapunkhoz el se kell jutnia. Ezt a cache-t be lehet állítani, hogy milyen időközönként frissítse, vagy újra le lehet vele generáltatni. Gyakorlatilag ez a gyorsító tárazás adja a pluszt itt a Google AMP-s oldalaknál, és HTTP2-t használ, amivel megint csak gyorsabb tud lenni, és hát egy proxy alapú CDN-t használ a ilyen média tartalmak betöltésére, tehát hogyha mondjuk nem akarunk saját CDN-t, akkor ez is megoldja nekünk. Van egy beépített validáló rendszere, és egy ilyen prerender szisztem, ami gyakorlatilag azt tudja, ahogy kivettem, hogy ha mondjuk egy aloldalunkra hivatkozunk, azt az aloldalt már ő előre elkezdi feldolgozni, és mire rákattintunk, akkor az már le van renderelve, ki van számolva minden része. Valószínűleg ezért szükséges az is, hogy a képeknél megadjuk a szélesség-magasságot. És igen. Tehát amivel több a Google AMP, az ez a cache rendszere. És ez is már ugye egy több mint egy éves, másfél éves dolog. Egy év távlatában hova jutott a világ a Google AMP-vel kapcsolatban. A WordPress itt is kezdeményező volt, és van hozzá AMP plugin. A Redditnél is több oldalnál álltak AMP-re, Bingnél iOS és Android alkalmazások is támogatják. Az eBay-nél találkoztam egy nagyon érdekes megoldással, ugye az eBay-t mindenki ismeri, csak mobilon, csak a Google találati oldalról érkező látogatóknak a termék kategória oldalakat AMP-vel szolgálják ki. Ha az eBay-en keresel és jutsz el egy kategória oldalra, ott a rendes, normál, nem AMP-s verzió jön be. És
Ez amúgy egy jó felfogás lehet. Annyi, hogy az eBay-nél a kategória oldalon nincs kosárba rakásra lehetőség, és nincs más olyan JavaScript-es dolog, mint ami nálunk, mondjuk ilyen termékváltozat lapozó, vagy kívánságlistára rakás. És így, aki rákeres a Google-ben valamire, az egyből eléri a AMP-s oldalakat. A Pinterest is elkezdte használni, és a Google mobilos találatait is AMP-vel jeleníti meg. És akkor néhány statisztika a inkább marketingesek számára, hogy miket értek el a különböző kiadók és cégek. Látható, hogy a Washington Postnál is 23%-os növekedést produkáltak, a Slate is komoly eredményt ért el, a Gizmodónál is a forgalom, de jó így oldalról, igen, meg az átkattintási arány is a Wire-nél, tehát elég komoly eredményeket sikerült elérni, és ugye már páran mobiloztok, hogy is jelenik meg ez mobilon. Aki már az előbb próbálta, az biztos látta, de lehet, hogy már az utóbbi hetekben, hónapokban, vagy egy évben találkoztatok olyan oldalakkal, ami ilyen AMP-t használt. Az animált GIF-en jobb oldalt az első két cikk, vagy három, látszik alól, hogy van ott egy ilyen AMP, illetve van egy ilyen villámjel. Ez a villám a védjegye az AMP-nek. Ha mobilon rákerestek valamire, és a találati listában ezt látjátok, akkor az az oldal az AMP-re van építve, és ott látható is, hogy sokkal gyorsabban töltődik be. Miért jó ez nekünk? Miért használjuk? Ugye eleve a gyorsabb betöltődés, olyan 1 és 8 másodperc körüli betöltődést ígér a Google, de ez a komplexitástól is függ, ami lényeges előnyt jelenthet, hogy a jobb oldalt a képen látható Top Stories-nál is megjelenhetnek ezek az AMP oldalak. A Google nem garantálja azt, hogy ez SEO szempontból előnyt jelent, tehát ha van egy AMP oldalad, csak azért, mert AMP-t használsz, nem jelent automatikus előre sorolást. Viszont a többi pontot, amit fel is írtam, ilyen dominó elv alapján vonja maga után, hiszen a Google azt viszont figyelembe veszi, hogy az oldalad mennyivel töltődik be gyorsabban. Ha gyorsabban betöltődik, akkor több látogatód jön. Ha több a látogatód, akkor jobb az átkattintási arány, jobb a konverziód, és hogyha ezek mind jobb, akkor nyilván ez előre sorolást jelent. Tehát ha közvetlenül nem is, közvetve mégiscsak ez segít a SEO szempontból is. Hát a Free CDN-t is felírtam, akinek ez előny, az nem muszáj saját CDN network-öt használni, és a felhasználó élmény is szintén egy előnyös dolog, hiszen gyorsabban el tudod olvasni egy letisztult felületen a cikket, amit szeretnél, nem kell várnod a betöltődésre, így ez nyilván a felhasználó élményt is javítja. Van ugye persze hátránya is, amit itt az AMP-nél összeszedtem. Itt is igaz ez a Google ökoszisztéma, hiszen nem jut el a felhasználó a saját oldaladra, mondjuk a szervert se terheli ezáltal, de a Google rendszerén belül marad. Így itt is el lehet képzelni azt a világot, hogy az internet abból áll csak, hogy Google van, és azon belül van mindenki. A megszorítások azért azok nagyon fájók, a CSS és JavaScript tiltások, tehát az eléggé
megboríthatja az oldalt, hogyha ehhez hozzá kell nyúlni egy komplex alkalmazásnál. Ugye a JavaScript-et felírtam, hogy saját nem engedélyezett. Tehát, hogyha AMP ES Library-ben nem találunk olyan komponest, akkor olyat nem tudunk használni. Azért nehéz ezt leimplementálni, beépíteni egy komolyabb rendszerbe, és az is egy hátrány lehet, hogy azért testre szabni nehezebb, mint mondjuk a Facebook Instant Articles-t, így gyakorlatilag dizájnban nem nagy eltérést mutat egy New York Times-os, illetve egy build-es aloldal, de ezen még a jövőben lehet, hogy javítanak. És akkor hoztam pár ötletet, hogy ezt hol tudnánk elkezdeni használni az Inoniknál. Ugye vannak olyan WordPress-es oldalaink, amiknél ezt könnyen be tudjuk építeni, mind a Fiat, mind az AMP-t. Ugye az Optimunknak is van blogja, a bloghoz lehetne RSS csatornát csinálni, és a Facebook Instant Articles-re összekötni. Az AMP plugint kipróbálni, ugyanígy az inonic.com-nál, ott is blogolunk, illetve maga az egész főoldal, az egész oldal is lehet AMP-s. A jövőben pedig a conversify.com és az autocommerce.io is, mint sales oldalak, WordPress alapúak lesznek, ott is lesz blog, tehát érdemes lehet ott is ezeket bevezetni. Meg az SL blog is. Itt nem fontos a lényeg, hogy azt akarjuk, hogy oda menjenek a vásárlók, vagy a potenciális vevők, ott nézegessenek a weboldalunkon, utána őket remarketingelni tudjuk, esetleg amikor akarják hagyni a weboldalt, akkor még Optimunkkal rájuk támadunk. Akár. Pont ezeket a lehetőségeket veszítjük el. Mert akkor jó, valós. Valamit el, valamiért. De nekünk azért blogolunk. A Facebookkal valószínűleg, a Facebook Instant Articles, a Facebook remarketinggel együttműködik valószínűleg. Tehát azt nem próbáltam, de kizártnak tartom, hogy ezt ne hozták volna össze. Míg a többi dolog, tehát az analitika az megoldható. Ezek a direkt kampányok, optimunkos dolgok viszont nem tudom. Tehát ennek még majd utána kell járni. A ShopRenter blognál arra gondoltam, hogy a boltjaink, aki mondjuk a ShopRenterben blogol, ott lehetne egy olyan lehetőség, hogy RSS-t generálunk, és egy dokumentációt biztosítva össze tudja kötni a Facebook Instant Articles-zel. Ha valaki szeretné, hogy gyorsabb betöltődésű FIA oldalai legyenek, akkor ezt tudnánk biztosítani, de akár az is megoldható lenne, hogy csak az ilyen információs aloldalaknál, szöveges tartalmaknál, vagy egy blogcikknél csak mobilon, vagy mondjuk mobilon és tableten egy olyan templétet töltenénk be, ami AMP valid. Tehát, hogy ha valaki úgy érkezik a Google-ből arra a cikkre, akkor azt az AMP oldalát töltse be. De akár azt is meg lehet oldani, hogy ha Google-ből jön, akkor legyen csak az a templét. A ShopRenternek van a mobiláruház sablonja, amit akár át lehetne írni AMP-sre, hiszen annak ugye az a célja, hogy mobilon jelenik meg a webáruház. Amilyen egyszerűnek hangzik, annál nehezebb, hiszen a JavaScriptek, CSS-ek, még talán a CSS nem is, de a JavaScriptek mentesítése ott az elég komoly dolog. És a ShopRenternél azt hiszem ennyi ötletem volt, hiszen ott a rendszer annyira robusztus, hogy nem tudnánk nagyon ilyen unvaliddá tenni. Vannak viszont sales oldalaink, például az Ecom Expo, vagy akár az email marketing, tudáscsomagok, infotermékekhez ezek a sales oldalak, amik gyakorlatilag egy oldal, szövegek, képek. Van, ami ShopRenterből van kiszolgálva, valami Joomlából, például az Ecom Expo és az email marketing ShopRenterből van kiszolgálva, és ezekhez lehetne akár egy olyan sablon csinálni, ami AMP valid, és így ezek az infotermékek is könnyen fogyaszthatóak lennének mobilon.
Én egyet meg is csináltam, ezt a vevőmágnes hírlevélt lemásoltam, és csináltam belőle egy EMP valid verziót. Ha most mobilról megnyitjátok, az egy valid EMP oldal, a sebesség ott nyilván látható, hogy mennyivel töltődik be gyorsan, viszont itt ebben még nincs benne ez a Google EMP cache, hiszen ez direkt URL-ből éritek el. Hogyha teljesen átállnánk az oldallal, és valaki a Google-ből jönne, akkor ott már megjelenne a kis villám, és megjelenne az EMP címke, és akkor ezt a Google cache-t is ki tudnánk használni, de a gyorsasága szembetűnő, úgy gondolom. Jó, és még egy ötletem volt, hogy ha valaki mondjuk Optimunkot szeretne használni egy EMP-s oldalon, hogy ugye hogy tud beilleszteni egy Optimum beillesztőkódot, erre is adhatnánk lehetőséget. Mondjuk van olyan, hogy EMP iframe komponens, lenne egy leírásunk arról, hogy az Optimunknál egy ilyen kódot hogy lehet beilleszteni. Vagy az is előfordulhat, hogy a jövőben lehet külső fejlesztőknek EMP komponenseket létrehozni, de ez az EMP iframe, amit használnak. Például a Discuss véleményező rendszer, ami JavaScript-tel van beillesztve az oldalakra, ez Shoprenterben is van. Ez úgy oldotta meg, hogy EMP valid legyen, hogy ezt az EMP iframe-et felhasználva úgy fejlesztette le a kódját, hogy tudják használni. Úgyhogy érdemes lehet ott is Optimunknál használni. Illetve ennél az EMP-nél lehet kétféle megoldás, hogy vagy amit írtam is, hogy a Shoprenternél bizonyos helyeken vezetjük be, lehet, hogy csak mobilra alakítjuk át, vagy van egy mobil verziónk, ami EMP-s, az asztali verzió az marad olyan, amilyen eddig is volt, vagy pedig teljesen átírjuk az egész rendszert, hogy asztalon és mobilon is. Nyilván az több vint jelent, hogyha asztalon is EMP valid egy oldal.